Köszöntöm a Szeretetterem műhely nézőit és hallgatóit. Nagy réven vagyunk, de a vendégeim nem nagy réviek. Bakony Sárkányról érkezett Attila és Tündi. Sziasztok! Szia! Szia! Köszönjük a meghívást! Köszi! Attila és Tündi a környéken volt egy programon, és meginvitáltam őket, hogy jöjjenek el hozzám, és nézzenek szét a kertemben, meg itt nálam, és egy kis segítséget is kértem tőlük, ami reméljük, hogy majd fog működni. Igen. Elárulhatjuk, a hangon javítottunk egy kicsit, hogy a hangfelvétel jó legyen. Igen, már ez a videókon. Önök kérték, hogy legyen jobb a hang, és most az Attila adott nekem olyan információkat, amiket én eddig nem tudtam, úgyhogy most már reméljük, hogy ez megoldódott ez a probléma. Ti még soha nem jártatok Nagyréven, úgyhogy kezdjük nem. Itt, hogy milyen benyomásotok volt így elsőre. Igazániból a Tisza környékén már azért járogattunk egy-két alkalom, volt rá példa. És hát megkaptam ugyanazt a élményt, ami ugye érdekes itt Nagyréven, hogy közreveszi a Tisza, van egy holtág része is, meg a fő Tisza ág is itt megy el elég közel, és ennek a hangulata azért átjött, hogy lépte nyomón az út mellett ilyen vízfolyásokkal találkoztunk, illetve hát ugye a víz jelenléte. Víz jelenléte, hát az komoly. Szenzáció, igen. Tündi, neked? Hát én alapvetően hegyilány vagyok, és nekem a síkság az mindig először olyan idegen volt, és ez a Kerekdomb, meg a Tőserdő környéke, hogy itt keresztül jöttünk, egy kicsit olyan nyugalmat áraszt. És igen, hát a víz jelenléte, ez jó volt ez a szó, ez nagyon érdekes. Tehát én most nem hegy, hanem víz. Most nem hegy, hanem víz, igen. És hát ahhoz, az alf... igen. Ahhoz képest, hogy ugye itt a homokos részen vagyunk, a homokhátság egy másik része, igazán közelben van a homokhátság, és azon a részén is, ahogy keresztül jöttünk, ahhoz képest, hogy ugye a homokos az egész rész, mégis megjelennek a tavak. Tehát lépten nyomon tavak, kisebb tavakba ütköztünk, ugye a Kiskunsági Nemzeti Park is nagyon tavakkal tűzdelt, sok van. Ez máshol is megfigyelhető, és ez egy kellemes csalódás így. Főleg azok számára tudom ezt így a figyelmükbe ajánlani, akik esetleg ide vágyódnak, akár új családi birtokot akarnak alapítani. Mindenképpen javaslom nekik, hogy nézzék meg a környéket a saját szemükkel is, hogyha még nem jártak a környéken. Hát lesz rá majd biztosan példa, meg lehetőség, hogy ilyen is kialakuljon, és egyébként ennek az alföldi tájnak van egy szépsége, én úgy szoktam fogalmazni, hogy ilyen vattacukor felhők vannak az égen nagy részt, tehát látod az egész tájat, meg tudsz szaladni a szemed több kilométer távolságban, és közben az ilyen napos időben vattacukor kinézetű igen. felhők vannak az égen, és úgy ülnek az égben, úgyhogy nagyon szépek. Na, de kanyarodjunk vissza Bakony Sárkányra, mert én jártam egyszer nálatok, de akkor valamilyen okból kifolyólag nem készült felvétel, és gondoltam, akkor most ideállítalak benneteket a kamera elé, de ráncigállak benneteket, és kérdeznélek benneteket a saját családi birtokotokról, hogy hol van, milyen, miket termesztetek benne, hogy jött létre, ilyesmik. Igen, 2008-ban költöztünk oda, akkor volt rá lehetőség, hogy végre saját tulajdonú kertünk legyen, és hát ez egy 2500 négyzetméter számláló terület, viszonylag szűk, tehát 16-tól 18 méter széles csíkról beszélünk egy faluban. Normál szokványos családi házzal, és a kert hátsó része az át lett alakítva, mert korábban ugye egy kukoricás volt alapvetően, egy kisebb ilyen kertészeti kert, tehát hagyományos
kertgazdaság azért ott is működött, de a hátsó részben kukoricás volt, és az egész kukoricást átalakítottuk erdőkerté. Eredetileg is az volt a célunk, hogy, hogy legyen egy ilyen természetközeli, főleg a természet által alakított terület, tehát minimális beavatkozás mellett szerettük volna ezt a kis teret megvalósítani magunknak, és eredetileg méhészettel kezdtem el ott foglalkozni, ez volt a fő cél, illetve hát a helyválasztás is ugye a gyerekek miatt volt hasznos, mert nagyon jó volt az, nekik az iskola, már kijárták ugye az általános iskolát, ez egy nagyon jó pont volt így. Még most is jó. Most is jó, csak ugye számunkra ez már egy befejezett ciklus. Hány gyermeketek van? Kirepültek. Kettő. Igen, a fiú van, a fiús Pesten él, és a lányunk is, ők mondjuk tervezik, hogy tovább menjenek. Igazándiból nem találják még a helyüket. Igyekszünk a természet felé fordítani a figyelmüket. Úgy néz ki, hogy nem túl nagy sikerrel sajnos, de azért bízunk benne, hogy a fiunk azért nyitott arra, hogy, hogy még azért ilyen szempontból menthető, de a lány is. Tehát hát nem lehet ezt erőszakkal, nem tehát erőszakkal. Hogy a minta, a példa látják, de azért kíváncsiak a világ többi részére is. Abszolút. Vissza fognak térni. Mindenki visszatér, akinek dolga van vele. Igen. Mert én is elfordultam annak idején, én is elmentem nagyvárosba, még Amerikáig is elmentem, és aztán mégis itt vagyok. Tehát, hogy van remény. Ez valami családi vonás is lehet, mert bennünk is benne volt, hogy ide-oda menjünk és telepedjünk le máshol. Ugyan nem mentünk el sosem, de eléggé ott állt a pont már, hogy tényleg felülünk a repülőre, és sok év múlva jövünk csak vissza. De valahogy mindig úgy alakult, hogy jó ez nekünk itt. És ezt látjuk a gyerekeknél, és ők is próbálgatják a szárnyaikat. Még 20 éves a lány, és 18 a fiú, úgyhogy még bőven van mit tapasztalni, illetve megpróbálniuk az életben, és azért titkon azt reméljük, hogy megteleped, megmaradnak majd mellettünk, és tudunk egy családi birtokot közösen tovább vinni, és ők meg átadhatjuk nekik majd, amit teremtünk. És ugye Sárkányban egy nagyon jó alap alakult így ki. Nagyon sok mindent ki tudtunk próbálni. Jelenleg elég szép a faállományunk. Főleg szelíd gesztenyénk van. És meg mindenféle más növény. És most ugye mivel ezt kinőttük igazándiból, és szeretnénk az 1 hektár felé orientálódni, hogy meglegyen. Ez köszönhető annak is, hogy ugye az erre keskeny ez a kis telek. És közösségben is el tudjátok magatokat képzelni, hogy esetleg másokkal? Igen, de nem közös területen, hanem a közelben. Tehát hasonlóan, ahogy Sipos miséknek a megoldása működik, szerintem ez egy nagyon jó járható út, mert van egy fajta privát szféra az embernek, amit tényleg azt mondhatja, hogy, hogy ha valaki esetleg feladja, vagy a más irányú tervei vannak, vagy átadja, akkor ne legyen ez a belső konfliktus, ami esetleg egy közös terület használatnál felmerülhet, de alapvetően azt tartom jónak, hogyha a közösség egy eléggé szoros kapcsolatban tud maradni. Nem feltétlenül napi szintű kapcsolatról beszélek, hanem egy ilyen heti, havi kapcsolat, ami nyilvánvalóan a barátságok kötése mellett, ugye ez hol szorosabb, hol lazább, a közösség ezt a rugalmasságot így meg tudja adni, és ezt igenis fontosnak tartjuk. Azt el tudjátok képzelni, hogy csak a birtokból megélni, vagy azért kell kívülről valami fajta munka, vagy lehetőségek? Tehát, hogy mennyire akartok a birtokra építeni, és mennyire a külső
dolgokra is. Tudjuk, mert ez kényes kérdés, úgyhogy kiadnám át a választ. Jó. Szabásra lehetőséget. Hát nem csak a birtok volt, tehát kell külső. Szerintem még ott, de nincs akkora tudásunk, hogy ténylegesen csak önfenntartásként működjön, vagy az, hogy most gazdálkodni és eladni, ahhoz azért több tudás kell. Nem olyan régóta van, tehát 2008 óta van meg ez a bakonycsárkányi telek. Mert hogy alapvetően pestiek vagyunk. Hát igen, a tehát családunk Pesten városról. Persze nagyszülők révén tudtunk valamit úgy tanulni, de azért az más az, amikor az ember saját maga tapasztalja meg a dolgokat, és próbálja alkalmazni. Uh-huh. Hát meg az elveszett tudásokat újra fel kell fedeznünk, úgymond. Uh-huh. Uh-huh. És azt azért más a növényekre, uh-huh. hogy ténylegesen mit akarnak. És, és állatokkal hogy álltok ti? Vagy csak növényekbe gondolkodtok, vagy állatokkal is? Hát a jövőre tekintettel nem gondolunk óriási állatállományban. Uh-huh. Jelenleg is van pár baromfi, egy 25 fő csirke, illetve 3 liba. Elsősorban házőrzésnek, illetve a kertnek a karbantartása uh-huh. céljából. Meg tojásnak, de nem vágjuk le őket, tehát hogy ez így. És mi történik velük? Hát ha elpusztul, akkor eltemetjük. Uh-huh. Vagy hát kitesszük kijebb messzebb az erdőbe, és akkor elviszik, mert hajlamosak kiásni. Uh-huh. Akármilyen, mert próbáltam fél méter mélyre is ásni, és úgyis elviszik, kikaparják, és elviszik. Úgyhogy egyszerűbb. Kevesebb munkával elviszem az erdő szélére, és ott amelyik állat akarja, megeszi. Tehát, uh-huh. hogy nem csábítom uh-huh. magam, hogy a rókát, vagy amelyik. Uh-huh. Ez egyébként elég ritka, olyan évi 2-3 baromfi veszteségünk van, és azt így, hát piacról egyre pótoljuk, illetve volt, amikor keltettünk is, tehát megvan uh-huh. a gyakorlatunk. Ezzel kapcsolatban kipróbáltuk magunkat, ezt tovább tudjuk vinni. Uh-huh. Nagyobb területen persze több a lehetőség, mert nagyobb szabad teret kaphatnak az állatok. Uh-huh. Meg ugye ott az állattartásnál azt a nehézséget látom, hogy ha kívülről kell behozni a takarmányt, az komoly költség. Az egy komoly plusz probléma, ezért módjával kell az állat és a növény egyensúlyát fenntartani. Igen. És hogyha valaki ténylegesen önellátásban gondolkodik, tehát nem csak élelmiszer, jó, hát alapvetően élelmiszer önellátás a cél, amit tudok ugye javasolni mindenkinek, aki érez bármennyi indítatást is ezen a területen magában, hogy az élelmiszer önellátásban ezeket át kell gondolni, és olyan mértékben tartani fent az egyensúlyt az állat-növény kapcsolatban, hogy az viszonylag kicsi beavatkozás mellett uh-huh. fenntartható legyen. Most amikor én jártam nálatok, nagyon finomokat ettem, uh-huh. ittam. Mesélnétek arról, hogy mik azok az élelmiszerek, amiket ti magatok állítotok elő a birtok segítségével, vagy egyáltalán kézműves módon? Hogy miket uh-huh. szoktatok? Hát a tésztát, a házi lentűröm, kenyeret sütök, azt általában az már mindig rendszeresen, uh-huh. amennyire hetente egyszer, max. Kétszer kell sütni. Tehát boltban nem vesztek kenyeret? Nem, boltban uh-huh. nem veszünk kenyeret. A tésztát, azt igen, azt gyúrom. A búzát is szemesen veszük. Uh-huh. És akkor ezt, ahhoz ez... keverek bolti lisztet, tehát azt még, hogy mondjam, technikailag nem tudtam kikísérletezni, hogy csak teljes örlésű lisztből készüljön uh-huh. a kenyér. Annyira kopogósan kemény, hogy lehetetlen. Tehát, hogy uh-huh. kovászoltan is. Kovászoltan uh-huh. is, tehát hogy ez még uh-huh. nem tudom mitől, ez egyszerűen ilyen genetikai állománya van a búzának, amitől uh-huh. nem tudom még megoldani azt, hogy csak tiszta teljes uh-huh. örlésű búzából hát készüljön. Ugye nekünk egy kicsi házi malmunk van, uh-huh. ugye a nagy teljesítménynél lehetne vele dolgozni, akár egy kis sütődét vagy pékséget el tudna látni, de a
őrlés finomsága az ugye egy átlagos házimalomnak megfelelő, tehát nem lesz annyira finom, mint egy bolti fehér liszt. Tehát úgy szoktam csinálni, hogy amikor leőrlöm, akkor egy adagot megszitálok, és azt még egyszer átszitálom, és akkor az a durvább dara megmarad, és a maradék megy még az állatoknak. Tehát a legfinomabb szitálással is teljes kiőrlésű típusú lisztet kapok, amit a boltban mondjuk teljes kiőrlésűnek árulnak. És hát ha csak abból használnánk a kenyérhez, akkor elég tömött, kemény lenne, és ezért ilyen 50%-ban keverjük a bolti fehér liszttel. Zöldség, gyümölcs, befőzések, tartósítások? Az is, hát ami a hagyományos kertben megvan, tehát egy szilva, akkor mi az, ami még van? Gesztenye? Ja, szelíd gesztenyénk sok van. Azzal mit csináltok? A szelíd gesztenyével. Most jelenleg... Hát most fagyasztjuk, jelenleg most fagyasztják. Nagyon hamar, tehát leszedés után, ha burkából ki van szedve, akkor nagyon hamar romlik. Nem tudom, hogy mivel tartósítják, amit a boltba lehet kapni, de nem áll el. Tehát az biztos, hogy valami könnel, vagy valamivel kezelik, és tehát ezt úgy nem. Vagy lehet, hogy külön napon leszárítják, de már ez októberben érik, tehát azt akkor már nem nincs olyan meleg, hogy ezt szárítgatni lehet. És utána a felhasználás. Általában ilyen kisebb csomagokat készítünk, és amikor felhasználjuk, akkor megfőzzük. Megpucoljuk, mint egy héjában fűt krumplit, és utána úgy... Turmixnak. Úgy használjuk, akár turmixnak, akár... Süteményekben. Gesztenyős pulyka karácsonykor. Mint egy ilyen húsos növény, akár a krumplit. Tehát akkor esztek húst? Eztünk húst, eztünk. A boltban eztük a húst, a mosolyát. Csak ti nem vágjátok le. Csak mi nem vágjuk le. Le tudnánk, vagyis ő vágja. Le tudnánk vágni. De a sajátunkat nem bírjuk meg enni. De az más. Úgy már... Hogy, hát a családtagok már. Tehát az akárhogy is nézzük, az a 25 tyúk, tehát a családtag. Hogyan képzelitek el a jövőtöket egy ilyen családi birtokon, illetve ezt a családi birtokos létet, vagy ezt a tanyasi létet, ezt látjátok-e, hogy ez nagyobb számban meg fog majd történni a jövőben? Ti mit gondoltok? Abszolút, szerintem ebbe az irányba tend el a világ. Ugye az emberek gondolkodása inkább arra irányul, hogy hogyan lehessenek szabadabbak, és ebben ezen a területen, ezen a módon meg tudják ezt valósítani. Ez nagyon nagy mértékű szabadságot ad. A függetlenedés ugye olyan rendszerektől, amik ugye nem feltétlenül hasznosak, és ennek a létjogosultsága meg jövője ez csak felfelé fog íválni. Egy jó darabig biztosan. Igen, csak az emberek, nekem az a tapasztalatom, én magam is benne vagyok, hogy nincsenek hozzászokva ez a sok fizikai munkához, mert azért egy kerttel, most, ha csak egy metszőollót nézek, tehát rengeteg gazolás van, mert egy egész évben nagyon-nagyon tonna számra van zöld anyag. Ugye füvet is nyírni, mert egyébként elborítaná az egészet a növény dzsungel. Tehát, hogy az emberek nincsenek hozzászokva ez az intenzív fizikai munkához, hogy ez változni fog a jövőben, hogy az emberek hozzászoknak, vagy tehát, hogy vissza fogunk térni ahhoz, hogy magunk műveljük a saját kertjeinket, vagy majd felfogadunk valakit, hogy majd ez megcsinálja nekünk. Hát szerintem egyfajta idegenben lusta kertészek leszünk. Sokkal inkább ráhangolódunk a növényekre. Az, hogy lenyírni a füvet. Tehát a tyúkok azért vannak ott, hogy ami nekik kell, azt megeszik. Meg szépek a mezei növények. Tehát, hogy most a fű az tud igazán mutatós lenni, nem csak gaz van. És igen, a metszés, vagy a fákkal való foglalkozás, az egyfajta
Nem hiszem, hogy teher lenne. Persze az emberek nem szoktak hozzá, hogy ezt csinálják, de lehet ezt kényelmesebb módon, újfajta módon csinálni, hogy ne legyen ez teher. Igen. Azt gondolom, hogy ez ilyen kicsit kettős. Valamilyen szinten bele kell, hogy gyakorlódjon, vagy meg kell, hogy erősödjön az emberi test arra, hogy kicsit több fizikai munkát végezzen. Vagy ez igény szerint változhat. Hát van, aki ugye ebben jól érzi magát, és neki nem probléma. De aki ugye ahhoz szokott, hogy egész nap a számítógép előtt üljön, hát Isten, vagy ülő munkát végez, és nincs úgy fizikai munkának kitéve, azok ugye két út előtt állnak, vagy felszednek annyi információt, hogy a növények hogyan tartható karban olyan módszerekkel, vagy eszközökkel, amik nagyrészt automatizálják, vagy megsegítik az ember mindennapjait, vagy igenis fizikai munkához kell, hogy hozzáedződjenek. Én rengeteget dolgozom a kertbe, tehát ennyit életemben nem dolgoztam, mint amit most. Igen, ez látszik. Komoly, szép tehát kert. Itt állandóan van valami, és amikor elutazom, akkor ugye azokat a napokat egyszerűen be kell pótolni. Tehát mindig benyújtja a számlát a kert, amikor elmerek utazni. Úgyhogy ez állandó jelenlétet kíván, viszont abban én is hiszek, hogy egy idő múlva már egy olyan összehangolódás van én közöttem és a kert között, hogy persze, ha nem esik annyi eső, mert ha eső esik, akkor minden kétszeresére nő egy nap alatt. Szóval, hogy akkor már ki van alakítva, hogy minek hol a helye, meg ilyesmi, meg én nagyon szeretem a talajtakaró növényeket is, tehát ami letakarja a talajt, az nem ad ugye majd helyet annak a gaznak számító valaminek, amit nem szeretnék ott látni, mert a gaz az csak az, amit nem szeretnék ott látni, de az nem gaz valójában, hanem az igaz. Na hát, van-e még valami, amit megemlítenétek, vagy elmondanátok, vagy ide kapcsolódik még, amikről beszélgettünk? Igen, hogy mindenkit biztatnák azzal a kapcsolatban, hogy ne féljen a kertől, illetve annak a esetleges nagy munkának látszó dolgaitól, mert hogyha az ember hajlamos megfigyelni dolgokat, és az a legjobb szerintem, hogyha 90%-ban megfigyel, és csak 10%-ban avatkozik bele a természet dolgaiba, akkor sokat tud tanulni az élet mindennapjairól, így a növényektől és az állatoktól egyaránt, hogy sokkal könnyebb lesz számára. Tehát a természet önmagát is segíti. És ezt nem kihasználni vadarság. De ezt fel kell ismerni, hogy mi az, ami segíti egymást, amire azt gondolnánk, hogy nem jó, hogy úgy van. Akár egy fánál, vagy egy növénynél, hogy egy olyan növény van ott a másik haszonnövény mellett, ami esetleg úgy tűnik, hogy az káros, de annak mégis oka van, hogy ott miért csinálja ezt a természet, hogy az ott van. Nálunk például a burgonya között egy példa, ott vannak a parlagfű szálak, nincs meghagyva, hogy nagyon megerősödjenek, de ténylegesen ott vannak. Viszont így nekem nem kell a burgonya bogárral bajlódni. Ugyanis a bogarak ide-oda mászkálnak, és akkor fúj, ez itt nem is burgonya, és akkor eltűnnek volna. Talán kettőt vagy hármat látok egy évben a krumplis veteményünkön, mert ott van más olyan növény, amit viszont a bogarak nem szeretnek. És ezek így összedolgoznak. Tehát nekem egy csomó időt megspórol az, hogy egyáltalán nem kell a úgynevezett gaznak hívott másfajta növényt, ami ott megnő, ahhoz hozzányúlni, vagy bajlódni vele. Ugyanakkor a permetezéstől meg a burgonyabogárnak az kiirtásával sem kell foglalkoznom, mert ezt elvégzi helyettem a környező természet, úgy, ahogy azt kitalálta.
ugyanez a fáknál, sokan ugye szenvednek a levéltetvekkel, meg egyéb kártevőkkel, és akkor egy kicsit az ember belegondol, hogy miért is lehet ez, hogy ilyen erős, vagy miért kellene ebbe beavatkozni, de az ember ebben nem avatkozik bele, és olyan társításokat, növény- és állattársításokat teremt meg a környezete számára, ahol van, ami sokkal az ősi természet adta lehetőségeket biztosítja, az egymást erősítik, és kijavítják ezeket a úgymond csúcsokat. Igen, hát ma már a neten bárminek utána lehet nézni, abszolút, mit mivel érdemes együtt ültetni, vagy minek a kártevője. Az egy dolog, hogy egyébként mindenkinek a kertjében minden másképp működik, tehát én is próbáltam már olyan dolgokat, amik utána rájöttem, hogy nálam nem működik, nálam rengeteg csika van, már minden jó kacsákat nem hoztam ide, de már minden, azon kívül minden más dolgot kipróbáltam, tehát igazából van még mit próbálgatni. De érdekes, a szomszéd kertjében nincs annyi csiga, csak az enyémben van, tehát valami miatt mégis szeretnek itt lakmározni, finomakat termesztek. Esetleg az elektrokultúrát érdemes használni rá. Egy újfajta technológia, tehát egy drót van körbe tekerve a botra. A földbe is beleér, meg a boton túl is. És akkor azt a rezgést, ami kell az univerzumból, a rétdrót lejuttatja a földbe, és úgy a növényekhez, ami kell nekik. Tehát ez kommunikáció megvan. Úgy tudom, hogy a csigák kevésbé jönnek elő, ha ilyen tápanyagforrás megvan a virágnak, vagy a növénynek. Tehát ez lehetne még erre. Bár nálunk is még van az elektrokultúra, de nálunk is most sok a csuda még. Viszont eddig nem volt, de most van. De csak olyan helyen, ahol egyébként ilyen úgymond mostoha körülmények vannak a természet számára, mert egy kerítés mellett, meg a vízcsapunk mellett találtam viszonylag sok csigát. Tehát ott, ahol mindig megengedjük a vizet, hogy állatoknak, meg cicáknak ilyesmi, ahol pocsolunk a vízzel, ott megjelentek, de máshol alapvetően nem jellemző, vagy minimális. De ott nincs is elektrokultúra. A csapnál nincs. Lehet, hogy ott is kellene alkalmazni. Tehát igen, még mi is mindenre van megoldás. Mindenre van megoldás. Hát ki kell kísérletezni, mint. Úgyhogy az elmúlt évek erre voltak jók, és hát mivel kinőttük, ezért így próbálom most találni egy olyan helyet, ahol... És ott a környéken nézelődtök, vagy elmennétek távolabbra is? Igazán volt számtalan helyet el tudnánk képzelni magunknak, és ez is talán az egyik legnagyobb problémánk, hogy nincs hogy egy... Hogy szűkíteni a kört, igen, mert... Mert a közösség számít. Közösség. Tehát, hogy nem csak azt, igen, hogy hol van, hogy jó a terület, vagy jó a föld, hanem hogy kikkel vagyok ott. Mert ahogy ugye látjuk azt a többi tanyások életéből, akik megtapasztalták ezt a élelmiszer önellátás felé vezető úton való küzdelmet. Látjuk, hogy a környezet, hogy egy szomszédos szántóban mondjuk használják a vegyszereket, akkor az milyen károkat tud okozni a saját kertembe, és az hogy hat. Hogy az annak a környezetnek a megváltoztatása is egyfajta folyamatnak kell lenni, illetve célnak, hogy ez az egész igazán jól és összhangban tudjon fejlődni a jövőre. Én sokat biciklizek, és úgy képzeljétek el, hogy már a biciklivel, ahogy elsuhanok egy-egy kert előtt, érzem szimatra, hogy az permetezett kert, vagy igen, nem. Abszolút. Tehát a növények, amikor lepermetezik őket, akkor igyekszenek megszabadulni tőle, vagy valamilyen módon ki eliminálni. Köszönni vagy ki... is az illata egyébként, vagy milyen?
Hát permet szaga van, tehát én tudom, hogy milyen a permet, és érzem azt a szagot, és így a hatalmába kerít, hogy Úristen, tehát hogy ez a kert, ez magából árasztja kifelé azt a büdöset. Persze, hogy elriasztja az összes levéltetvet, meg minden, mert büdös, de engem is elriaszt, mint embert, mert én egy ilyen kertből nem szívesen vennék le egy szem almát. Vagy egy szem szilvát. Abszolút, igen. Viszont a Tiszapart környékén is, meg itt az utcákon is, rengeteg helyen van még nagydéven szilvafa, cseresznyefa, és ahol tudom, hogy nem permeteznek, vagy esetleg gazdátlan, ott bármit lemerek szedni, de mostanában már ilyen gondos gazdák kertjéből nem szívesen kapok, vagy szedek valamit, mert nem jó nekünk ez a sok kemikália. Tehát akinek allergiája van, bármilyen fajta allergiája, az biztos, hogy már olyan kemikáliát vitt be a szervezetébe korábban, ami kiváltja ezt az allergiás reakciót. Úgyhogy nem akarunk magunknak ilyeneket, ugye? Igen. Van egyetartok. Na, hát 31 perccel beszélgettünk, pedig 5 percnek tűnik. És köszönöm, hogy kamera elé álltatok, meg hogy eljöttetek hozzám, és akkor még egy finom ebédet is fogtok kapni, és utána saját cukkiniből és tökből egy finom főzeléket hoztam, úgyhogy most az lesz a menü. Köszi. Szívesen, én is köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk. Igen.